Köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! A hétfő esti magazin műsorunkban úgy kezdtük az összeállításunkat, hogy igen komoly fejlesztések indulnak el, vagy indultak el Nemesvámoson. Ezt most tovább szőjük. Köszöntöm stúdiónk vendégét, Sövényházi Balást, a település polgármesterét. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm is a tévénézőket. Köszönöm szépen a meghívást. Nagyon szívesen hívtuk, és azt gondolom, hogy van is miről beszélni. Azon gondolkodtam, mikor jöttem be a stúdióba, hogy arra a kérdésre, hogy mi az önök titka, hogy most óvodaépítés, vadonatúj óvoda épül, új sportcsarnok épül, hogy mit tudnak önök? Nagyon jókor pályáztak, jól lobbiztak, vagy az önkormányzat nagyon jól mérte fel a lehetőségeit. Tehát minek köszönhet ez a nagy siker hirtelenében? Persze, bocsánat, eddig is tudom, hogy sok sikert elértek. Én azt gondolom, hogy az időzítése is, tehát ugye a pályázati kiírások, ugye a topos kiírások, mikor megjelentek, mi egyébként már 9-10 éve várjuk, hogy óvodát tudjunk fejleszteni, hiszen 10 éve 120%-on működik az óvoda, tehát... Ez azt jelenti, hogy sok gyerek van. Így van, szerencsére nagyon sok gyermek születik, tehát 25-30 gyerek születik egy évben Nemesvámoson. Egyébként, bocsánat, ez köszönhető annak is, hogy még mindig népszerű a település, és sokan beköltöznek máshonnan? Igen, sokan fiatalok költöznek, ugye egyrészt ugye maga a település rengeteg munkahely van, a Veszprém közelsége, a Balatonpart közelsége, illetve maga a Waldorf iskola jelenléte is egyébként ilyen húzó a településen, hogy sok fiatal választja, illetve most két új utca is nyílt Nemesvámoson, és oda is nagyon sok fiatal. Tehát például az egyik új utcában, a Pász utcában úgy tudom, hogy 16 kisgyermek van, tehát abból is látszik, hogy fiatal családok költöznek a településre. Akkor ugye ez nem csak óvoda probléma tulajdonképpen, hanem bölcsőde is. Hát ha jól sejtem, akkor a korábbi időszakban akinek bölcsődére volt szüksége, az vagy megoldotta otthon, hogy valahogy otthon volt vele a picivel, vagy mentek Veszprémbe? Így van, tehát Veszprémbe hozták bölcsibe, illetve működik Nemesvámos egy magán bölcsőde, magánovoda is. Hát gondolom nem férnek el, nem? Így van, kevés is, meg ugye költségtérítéses, tehát nem minden szülő tudja vállalni ennek a költségeit. Úgyhogy 2019. január 1-től szeretnénk elindítani a bölcsődei szolgáltatást, illetve nem csak szeretnénk, hanem kötelező feladatunk is, hiszen a településen a 0-tól 3 éves korú gyermekek száma meghaladja a 40-et, és ezért ez a gyors tempó is egyébként az építkezésnél, hogy augusztus hónapban át kell költöznie az óvodának a régi óviból az új óvodába, hogy ott szeptember, október, november, december folyamán át tudjuk alakítani a régi óvodát bölcsődévé. Tehát akkor zökkenőmentes lehet a dolog, hogy még a picik járnak az óvodába, elkészül időközben a szép új óvoda, ugye ha jól emlékszem, akkor ez 4 csoportos lesz, és aztán akkor utána már az újba lesznek, tehát nincs semmi zökkenő, ezt meg lehet oldani ebbe az évben, sőt nem is kell sokat várni rá. Igen, ezt is, igen, július 31-re tűztünk ki célul ebbe a projekt befejezésre. Nagyon közel van. Igen, de a kivitelezővel, ugye, aki a közbeszerzési lenyelt, a decemberben ugye szerződtünk, még december lett meg a nyertes a közbeszerzésen az ódaépítésnek, ez a Termoépgép Kft. Nyert el a közbeszerzést. Mennyi pénz kellett ahhoz, hogy egy ilyen új óvoda elkészülhessen? Közel nettó 383 millió forint plusz áfa, ugye mi áfával számolunk, mert az önkormányzat az áfát nem tudja visszaigényelni, tehát ez olyan 486 millió forint. Ez egyébként tartalmaz önrészt is? Igen, tehát ugye a topos forrásból 460 millió 405 ezer forintot nyertünk hozzá, de itt még nincs vége a 486 millióval, hiszen eszközbeszerzés, ugye három csoportba átvisszük a régióviból az eszközöket, és egy új csoport szobát azt ugye teljesen be kell rendeznünk. A kültéri, játszótéri eszközöknek is csak egy része átvihető, úgyhogy itt eszközbeszerzésként is 10 millió forintos nagyságrend az, amiben eszközöket kell beszereznünk, valamint a kertépítésnek most fog indulni a közbeszerzése, ugye erre is körülbelül 30 millió forintot kalkulálunk, ebből jött ki az 530 millió forintos bekerülési értéke az óvodának. Vagyis akkor az önkormányzat zsebben nyúl és kifizeti a hiányzó részt? Így van, 70 millió forinttal kiegészítjük az és hát majd ugye, mert a sport részénél beszélünk arról is, hogy még kell hozzátenni ott is, tehát igazából ugye az önkormányzatnak ezek a fejlesztések azért nem két forintjába kerülnek.
jelenleg, de hát azt gondolom, hogy mindenki büszke lehet arra, hogy a település jól gazdálkodik, és van miből hozzátenni. Egyébként nagyon jó helyen van az új óvoda, hiszen amikor annak idején tavaly elmentünk oda az új park átadására, akkor polgármester úr éppen elmondta, hogy hát majd itt lesz az óvoda, időközben ugye meg tudjuk mutatni, hogy hol is van az alapkör letétel, ott fog elkészülni, ott az a környék is nagyon jól néz ki majd. Igen, ez is volt a célunk, hogy ugye maga az épület is, az óvoda épülete 21. századi, hogy viszont ha kijönnek a gyerekek az udvarra, ez összekapcsolódik a parkkal. Olyannyira, hogy ugye többen megkérdezték, hogy amikor a szabadidőpark átadása volt, hogy a domboknak az egyik felén nincsenek növények, csak a föld kupac. Az egy kis dombocska, ugyanis az már az óvodához tartozik. Tehát kijönnek az óvodások, akkor mintha úgy jönnek ki, mintha egy nagy park lenne az ő játszóterük. Természetesen kerítéssel lesz válaszva, de ezt a fizikai korlátot... Így van, de nem látják ezt a fizikai korlátot viszont. És ugye a parkból, ha kijönnek, egy kiskapu jön nekik, van, ki tudnak jönni, ott van kis gyerekfoglalkoztató is nekik, úgyhogy ezzel ez volt a célunk, hogy mintha egy nagy parkban lennének, ami is ugye zöld óvoda, a Nemes Vámosi Csillagvirág óvoda. A kert egyébként, az óvodának van verse is, és meséje is. Csillagvirág vers és csillagvirág mese, és a csillagvirág mesére tervezték meg a kertépítő mérnökök a kertet. Tehát itt is lesz majd madáretető, kis ágyások, illetve beleviszik ennek a mesének a motívumait a kertbe. Majdnem megkérdeztem az elején, amikor tetszett mondani, hogy a 21. századi az óvoda, hogy az mit jelent. Hát azt gondolom, hogy végre az, hogy nem utólag kezdünk el gondolkodni, hanem már előre egy korábbi fejlesztésnél is már arra gondolunk, hogy itt majd óvoda lesz, hogy majd akkor hogyan épül az egész, és egymásra hogy épülnek. De hát azt gondolom, hogy ez a helyes tervezés. A sportcsarnoknál is így lesz, hogy ilyen figyelmesen körülnéztek? Igen, tehát ugye az óvodánál is fontos volt egyrészt, ha ugye így a négy csoporttal 100 gyermeket tudunk, de ugye ha szükség van rá, akkor el lehet térni 20%-ban, tehát akkor 120 főt is, viszont akkor nagyobb csoportszobáink legyenek, tehát 75 négyzetméteres csoportszobák, komoly légtechnika van. Például csak azt, hogy amikor fogtam a fejemet, hogy milyen magas ez a költségvetés, hogy valahol nem lehet ezen szűkíteni, de csak például, hogy egyetlen egy tételt, ha kiemeltek egy szivattyú, ami a légtechnikát vezérli, az 10 millió forint plusz áfa. Tehát közel 13 millió forint egy darab a szivattyú, ami a légtechnikát szabályozza a gyerekeknek. Viszont utólag beépíteni sokkal nehezebb lett volna, meg macerásabb is azt gondolom, úgyhogy szerintem biztos jó a döntés, bár ezt nem én magam igazából megítélni. Hát itt a fenntarthatóság ugye az óvodában is, hogy ugye viszont utána olcsó legyen üzemeltetni. A szülők azok gondolom természetesen örülnek, alig várják, hogy... Igen, már mikor egyébként, hogy beadtuk a pályázatot, beadtuk, megnyertük, folyamatosan, hogy nem is épül meg, már ugye volt az, hogy én csak biztos, hogy hitegetem az embereket, hogy és nem fog megvalósulni, de hát óriási papírmunka van mögötte maga, mire a pályázati bírálat meg lett, a támogatási szerződéskötés, akkor a közbeszerzés indítás, akkor ugye feleszméltünk, hogy hát ezen az áron már nem fog megépülni, tehát nagyon maga ugye emelkedett az építőipari költségek, és ugye ezt mind nyomon követtük, de hála Istennek, hogy hétfőn lerakhattuk az alapkövét, és egyébként pénteken már meg is kezdik a munkaterületen. Polgármester, mi van olyankor egyébként, hogyha, hát ön is mondta, hogy az árak, hogy változnak, hát most is épp azt hallottam az egyik hírekben, hogy hát emelkedik az üzemanyag, annak kihatása lesz mindenre. Mi van akkor, hogyha közben egyébként ezek jelentősen megemelkednek, akkor itt marad az önkormányzat büdzséje? Marad, már tavaly évben is tartalékoltunk egyébként, tehát ugye Nemes Vámost... Tehát ugye nem veszélyezteti semmi az óvoda elkészítését. Az óvodáit semmi nem. Másért sem. Erre tudatosan készültünk azért, tehát én egy nagyon nagy tartalék keretet tartok, és ugye gazdasági szakember lévén én ezt ugye előre megterveztem. És szerencsére a településen működő cégek adóbevételei nem csökkentek, hanem inkább nőttek. Ugye, hát nagy mázlisták, szóval azért ezt el kell mondani, hogy azért Nemes Vámos nem véletlen irigyli mindenki. Munka is megvan vele, én azt gondolom, hogy egyébként tényleg kiváltságosak lehetünk, de viszont önfenntartók is vagyunk. Tehát Nemes Vámos egy forint áll, de bocsánat, közművelődésre kapunk 3 millió. Jó, de azért polgármester úr, az tény is való, hogy ilyenkor azért az elődökről sem szabad elfeledkezni, hiszen annak idején, hogyha Fodor István korábbi polgármester úr nem látja be azt, hogy milyen nagy lehetőség van abban, hogy
ide csábítani a nagy céget, és nem menjenek Veszprémbe mondjuk, hiszen nem távolság, akkor talán most nem ilyen jó a helyzet. Tehát azért ez mindenképpen hozzá kell tenni. Ez, ennek a fundamentumát, az alapját egyébként ő, tehát Fodor István, én azt gondolom, és ezt folytatni kell ennek a testületnek ezt a munkát, hogy így ezt a gazdaság, menedzseljük a települést. Most is ilyen vonzó egyébként a cégeknek, Nemes Fámos? Vagy egyáltalán van még hely? Hát most belegondolok, hogy ezért az MTD elképesztőt fejlesztett, a másik cég, a Westmont 2000 Kft. Olyan eredményt írt el, hogy az ember csak néz, és most sorolhatnám a többieket is, csak hát kérdés, hogy még hova lehetne jönni? Van még egyébként az Arkonik is, tehát a Arkonik is fejlődik, most már Haribóval összeérnek, tehát ugye... Hallom, hogy egy jelentős összeg éppen most támogatták, tehát azért azt mondom, hogy vannak ott jelentős cégek, mindenkiről lehetne valamit mondani. Igen, de jó is az együttműködés, tehát én azt gondolom, hogy a társadalmi felelősségvállalások is nagy a cégeknek. Uh-huh. Tehát ezek például az az üzenete, hogy ma is ott láttuk a cégvezetőket egy alapkörletételen. Egyrészt ők TAO-val is támogatták, de nem csak TAO-val, van olyan rendezvényünk, ahol az MTD, a főtámogatónk, a Westmont Kft., a Haribo, tehát ugye azért nem is lenne felsorolni, Pejba Kft. Tehát igen, ezt is még lehet sorolni, kik vannak ott. Egyébként polgármester úr, mikor önök ott beszélgettek és befejeződött az átadás, vagyis az alapkörletétel, pontosabban a sportcsarnokról beszélek, már akkor éppen Csatári úr volt mellettem, akivel arról beszélgettünk, hogy ugye most elkészül az a sportcsarnok, ami ott lesz a régi mellett. Nem párhuzamosan lesznek egymással, hanem majd elfordítva, ott ha jól tudom, akkor úgyis ön elmondja, parkoló is lesz, talán egy kisebb focipálya is. És akkor éppen kérdeztem Csatári urat, hogy hát rendben van, hogy most a Csatári Plaszt megvásárolta a mostani sportcsarnokot, és már ki is fizették, ha jól tudom. De hát a sportcsarnok régében lévő rész az nem az övék, és ott hát nem éppen túl szép minden, és azt mondta, hogy hát az, hogy megvettük a sportcsarnokot, nincs vége. Hát fejlesztünk, így fejlesztünk ott. Olyanokat mondott, hogy csak néztem, tehát, hogy amit ön is elmondott, hogy nem állnak meg ott, hogy megvették a sportcsarnokot, hanem úgy akarják szépíteni, hogyha majd elkészül a másik sportcsarnok, a településé, akkor ne csúfondároskodjon ott semmi, még ha nem is az övék. Tehát ez egy nagyon komoly és jó hozzáállás. Igen, ez a szép érzéke, de ezt talán látszik is, fontos az, hogy kommunikáljunk sokat. Tehát én próbálom a cégvezetőkkel tartani a kapcsolatot. Akárcsak ez az új rend, ez a településkép és arcolati kézikönyv. Tehát ugye, mikor már előtte felhívtam a cégeknek a figyelmét arra, hogy lesz ilyen, egyeztessünk a tervezőikkel, a fejlesztéseikkel. Ők jól veszik azt, hogy egyébként érdeklődünk mi is, hogy... És mondják a véleményüket? Jönnek és elmondják, mit szeretnének? Vagy mit tartanának jónak? Igen, igen. Meg ugye volt már két olyan összefogásunk, együttműködésünk, ami pozitív példát mutat, amikor együtt összefogva írtunk levelet a fejlesztési miniszternek, két esetben is. Az egyik az a három műszakra hordás, hogy Nemes Ámos település is ebbe a kategóriába essen bele, úgyhogy ezt is sikeresen, és itt az a cégvezetőkkel együtt leültünk, megfogalmaztunk közösen egy levelet, mindenki elolvashatta, esetleg hozzátenni, elvenni, elégedette a levélre, és ezt együttesen minden aláírtuk. A másik ilyen a Tapolcai út felújításával kapcsolatosan is, együtt fogalmaztunk meg levelet, kimutatva, tehát nem csak azt, hogy miért szeretnénk kérni, hanem objektívan lefényképezve egyébként az útállapotát, kimutatva azon a forgalmat, hogy mekkora személyautó, kis teher, nagy terautó forgalom van rajta, ez számokkal leigazolva kértük a támogatást, és úgy néz ki, hogy ez meg is valósul, hiszen most nem régiben kérték a hozzájárulásunkat, és a Tapolcai útra új kihajtó lesz például a cégek felé, a Haribó felé oldal. Polgármester úr, miért valaki megkérdezi, hogy hát ha építenek egy új sportcsarnokot, akkor miért kellett eladni a régit? De hát én tudom, persze meg hát nagyon sokan tudják, de azért talán nem árt elmondani. Ugye most már Jáger csarnok, hiszen Csatári úrék ezt megvásárolták, és két sportcsarnok lesz egymás mellett. Melyik mire szolgál majd? És mikor lesz egyébként második? Hát én azt hallottam, hogy nagyon gyorsan elkészül. Július 31-ére. Tehát amikor megfogalmazódott bennünk, az... mikor elkezdődtek a csapat sportágok, például a kézlabda megerősödött, és ugye sajnos a pályának a mérete nem alkalmas arra, hogy itt egyébként a versenykirásnak nem megfelelő mérete van. A lelátó is kevés, a szőktől is ezt megkaptuk.
bizonyos sportágoknak nem is felel meg ugye a mérete. Így van, például a röplabdával sem lehet, ugye nincs meg a 9,5 méteres belmagasság. Nem is értem, hogy annak idején erre senki nem önök építették, tehát erre senki nem gondolt annak idején. Hogy... Szerintem akkor még nem volt ennyire elkezdett, akkor is nagyon aktív sportélet nem volt. Nem gondolták, hogy ebből szerintem akkor nem gondolták, hogy mondjuk a profi szinten, igen, hogy ilyen sportélet lesz. A másik úgy, hogy a csatár úr már jelezte, hogy ő fejlődni szeretne. Tehát itt azt gondolom, hogy ez itt a, szokták emlegetni a kecske káposzta. Tehát ugye a csatár úrnak is kellett hova tudjon fejlődni, őt már akkor érdekelte, és akkor ugye a látvány sportágok között a kézlabda és ugye a TAO-s támogatás, tehát a 70% támogatás intenzitásnak megfelelő TAO összeget tudunk összegyűjteni, akkor megépíthetünk egy új csarnokot, akkor fogalmazódott tulajdonképpen ez meg bennünk, hogy akkor így tudunk egy helyi vállalkozástnak a fejlesztésébe területet tudunk hozzáadni, hiszen csak ebbe az irányba tud fejlődni, mi meg tudunk egy gyönyörű szép új csarnokot építeni, ami már megfelel a versenykírásnak. Itt már nagyobbat álmodtunk mi egyébként, mert NB1-es színnek terveztetünk meg, tehát a kézilabda szövetségen átfutattuk a terveket, és hogy akárha a lányok vagy a fiúk, mert bármikor itt egy NB1-es mérkőzésre lehessen játszani ebbe a csarnokba. Sőt, hát ugye ön elmondta azt is, ha megnyitom, hogy még arra is figyeltek, hogy másfajta legyen a padlózata. Aztán ugye nem párhuzamosan lesz a két csarnok egymás mellett, ha jól tudom, hanem ugye rámerőlegesen az új. És ott akkor egy parkoló is kell. Ez nem egy rossz dolog, hiszen azért tényleg, ha a két csarnok beindul, elég, hogyha mondjuk éppen az újba lesz egy mérkőzés, és kijönnek az emberek Tótásújtól egészen Veszprémig bárhonnan, akkor azért ott meg kell tudni állni is. Ez egy feltétele is volt egyébként a nézőszám alapján, ugye azt meghatározta a nézőtérnek a száma, meghatározta, hogy mennyi parkolót kik is kell alakítanunk. Mennyi pénz egyébként az egész? Mert szép összeg, 669 körül. 669 millió forint. És ugye ez 200 millió forint. Önrész van megint. Így van, tehát ezt az önkormányzat adta. Egyrészt ugye a csarnok eladásból bejövő bevétel a 115 millió forint, és a többit kiegészítettük, a 85 millió forintot is hozzáteszünk, és abból épül meg. Nagyon komoly fejlesztések ezek egyébként, sőt, még azt hallottam, túl az új persze, amit ön is elkezdett mondani az előző résznél az óvodánál, hogy persze ezzel komoly adminisztrációs ügyek is vannak, amit majd a Tiboréknak meg kell oldani őt, mert hát rájuk vár, hogy a Bajnok Diák Sport Egyesület elnöke irányítja majd a munkák, vagy az összefogás, hogy lesz ez? Tulajdonképpen igen, maga az ő felel mondani. Az elnök, de igen, de nagyon szoros az együttműködés, tehát tőlünk is a kolléganőm végig segíti a munkát, illetve a Bajnok Diák Sport Egyesületen belül is van munkatárs, aki ebbe a papírügyekbe belefolyik, de az Entai úr, a Tibi is egy nagyon felelősségvállaló, tudatos ember, aki ő is szereti látni mindig, hogy mi történik, úgyhogy biztos, hogy sűrűbben fogunk együtt leülni, és ezeket a számokat megnézni, valamint a kivitelezőbe folyamatosan egyeztetni. Most például a mai nap is abban megkérdezték, hogy hát milyen színű legyen ez a sport. Milyen lesz? Sportpadló. Mondtam, hogy nem, tehát nálunk alulról való építkezés van, tehát megkérdezzük, végzünk egy közvéleménykutatást, hogy milyen színű legyen a zsákfor. A másikat tudom, hogy milyen lesz, mert ugye a Jáger csoport is szeretné átfesteni a mostani, nem is tudom, rozsda színű talán, ha jól emlékszem, a mostani. Ők is sárgára festik a saját színeikre, tehát lehet, hogy harmonizálni kell a kettőnek egymással. Ez mondjuk a sportpadozatnak, tehát amit említettünk, ugye ez a minőségi sportpadozat, ugye ebbe Gulyás Péterrel egyeztettünk, hogy... Hogy milyen legyen? Hogy igen, fontos az, hogy igen, nagyon, nagyon költséges, tehát plusz 30 millió forint, nettó 30 millió forinttal kerül többe ez a padozat, hogy nem csak a betonréteg, ez a gumiréteg. De ez nem egyszerűen csak egy ilyen esztétikai dolog. Ez nem esztétikai, hanem azt mondta, rugalmassága. Tehát ugye a játékosok, akár a gyerekek is, ha játszanak, elesnek, akkor itt csökkenti a kockázatát a sérülésnek, mivel egy rugalmasabb padozat lesz. Alatta most én ezt nem vagyok műszaki szakember, úgyhogy nem tudnám most úgy elmondani, de az anyag, hogy sokkal rugalmasabb, vastagabb anyagot húznak rá három rétegben. Már mindenre akkor ezek szerint. Focizniben nem lehet, azt hallottam. Futszál lehet. De igen, csak oda akartam kiukarni, azt hallottam, hogy egy kisebb fajta focipálya is lesz ott valahol. Igen, mellette pontosan, mivel ez az iskolának a testnevelési óráit is ellátja, ugye itt a csarnok mellett már most elkészült egy futópálya, ahol tudják menni a 60 méteres futást, egy távlugró dombal. Akkor bocsánat, csak ez most úgy fog kinézni, hogy a Jáger csoportnak a csarnoka mellett lesz az új csarnok, parkoló, és még lesz külön ott valahol egy focipálya? Így van, 20-40-es műfüves focipályát tervezünk.
Ez nem biztos, hogy ennek az évnek a beruházása. Nem, csak úgy gondolkodtam, hogy elfér-e. Meg is van tervezve. Tehát akkor elfér. Ez szerint akkor bőséggel elfér. Hát itt is ugye az nagyon fontos, hogy beruházásban ugye itt is figyelmet fordítottunk arra, hogy többe fog kerülni, mondjuk az épületgépészet sem kevés összegít sem. De fontos, hogy olyan technológia, hogy 0 fokig, tehát még a hőmérséklet 0 fok alá nem esik, addig a hőcserélőn keresztül saját, addig nem kell fűtenünk. Tehát ugye a légtechnika az nagyon fontos. Hány ember fér majd a nézőtéren? 280. Hát gondolom ezekre a mérkőzésekre a helyiek azért biztos jönnek. Még talán annyit mondjuk el, mert most már említettük, hogy ugye van ott röplabda, van kézilabda, de vannak itt még más sportágok is, és azok is sikeresek. Igen, a baseball. Igen. Baseballosaink már voltak NB2, NB3-asok is. Uh-huh. Most egy kicsit áldatlan körülmények között vannak, de nem állt meg itt a sportfejlesztés, tehát... Tehát lehet, hogy ők következnek valamikor? Hát sőt, most kerülnek porondra, nagy focipály, tehát amit terveztünk, az önkormányzat... Tehát most a napokban tudjuk kifizetni az utolsó olyan földrészletet, megvásároltuk, amit itt a sportterületnek kinéztünk, ez közel 7 hektár. Uh-huh. Ugye ide is a közműveket már megvettük, például a trafót, tehát a villamos áram ebben az évben azt is elhelyezzük, tehát mindig megteszük a szükséges lépéseket az előremozdításra. Itt is már pontosan leültünk az egyesület tagjaival, szakosztályaival, hogy kinek mi az igénye. És az alapján baseball pálya, nagyfüves focipálya, ahhoz öltöző. Itt viszont kértük, hogy olyan öltöző legyen kialakítva, aki mindenkinek jó, versenykiírásoknak megfelelő, orvosi szoba, öltöző mérete, darabszáma, stb. Tehát ezek is így kerültek megtervezésre, valamint ugye Zentai Tibivel egyeztetve szeretnénk és ez a negyedik lába tulajdonképpen az egyesületnek, az a tömegsportok, és főleg itt a dobóatlétákat, a fiatalokat szeretné a Tibi bevonni már nagyon fiatal korban, úgyhogy egy dobópályát is terveztünk ide. Hát egy nagyszerű dobóatlétáról beszélünk, és edzőről, úgyhogy nem csoda egyébként. Sőt, tegyük hozzá, hogy nyugdíjasoknak is van sportáguk már. Igen, Nemesvámoson a Pötánga, az a szabadidőparkban kapott helyet. Ugye a röplabdának... Azóta is, hogy bocsánat, hogy azóta játották a pályát, azóta is járnak a nyugdíjasok, mert akkor igen, be volt lelkesedve mindenki ott. Ősszel még voltak, most a téli időszakban jó, nem, de hát szerintem tavasszal folytatják, ahogy Éva nénit ismerem, biztos, hogy össze hozza a csapatot, és ki fognak menni pötángozni. Úgyis ez is alulról jövő kezdeményezés volt. Szeretjük ezeket az alulról jövő kezdeményezéseket, mikor az ott élők tudják elmondani, hogy mit szeretnének. Ugye ez a street workout is a fiataloktól indult, hogy ők szeretnének egy street workout edző, ilyen külső edzést. És mit szeretnének még az emberek Nemesvámoson? Mert most már elkezdtem gondolkodni magam, mert van 2 iskola, lesz óvoda, bölcsöde, templomok vannak, 3 különböző egyház. Tehát sorolhatnánk sok mindent, szép új faluház van, mellette épül az új templom. Mi kell még? Még ami talán onnan indul, hogy a kultúrházunkat mindig megszólják, hogy a művelési házunk tényleg nem, jó, azt tényleg nem ártana, igen. És ezt kell meg, de itt is talán azért, hogy először arra figyeljünk, hogy a gazdasági része legyen meg, illetve a településen élőknek ez a komfort érzete tulajdonképpen. Mi először arra, hogy az egészséges ivóvízhoz jutás, tehát az ivóvízcsőcserék, az útburkolatok helyreállítása. Mezőgazdasági utak, azt hiszem az most nagyon komoly terv, önöknél meg is valósítják, hogy azokat is felújítják, vagy legalábbis rendbe teszik. Igen, vidékfejlesztési programban pályáztunk kültéleti mezőgazdasági utak karbantartására, felújítására. Nyertünk most forrást, ez is egy 130 millió forintos beruházást, itt is 30 millió forint erőt biztosít az önkormányzat, valamint itt erőgép beszerzésre is 10 millió forintos támogatás. Ugye egyébként meg is vásároltunk már egy ilyen Kubota traktort, itt is gondolva a fenntarthatóságra olyan gépet választottunk, amelyel ezeket a mezőgazdasági utakat karban tudjuk tartani, illetve akkor ahhoz már olyan eszközöket vásárolni, hóeke, seprő, össze tudjuk seperni a kiszort murvát, amit télen ugye sikosságmentesítésre használunk, rézsikaszát vásároltunk már, ágaprítógépet szeretnénk majd vásárolni hozzá, hogy ezeket mind... Van hozzá pénz. Igen, illetve ugye a fűtést is utána, például a falugondokság az, amit összegyűjtünk, akár mi magunk levágunk és leaprítunk, azt egy aprítékkazánba utána el tudjuk égetni, és azért nem kell fizetni. Mondjuk, hogy a falugondokság, ahol átköltözött, azt az épületet ki tudjuk fűteni.
ahányszor kerestem telefonon Sövényházi Balázs polgármester urat, hát nagyon ritkán értem el, mert hol itt tárgyal, hol ott tárgyal, lohol ide, fut oda, műegy dolgot intéz. És most még ugye jött hozzá a kamarai elnökség is, gratulálok hozzá, hogy megválasztották önt, mi is beszámoltunk, és minden sajtótermék, médium beszámolt róla. A kérdés az, hogy tényleg ennyi, ilyen sok feladat mellett tud-e mindenre elegendő energiát fordítani? Vagy azt mondta magában, hogy egy picit hát válogatunk, hogy melyik, hát egy polgármesterséget biztos, hogy nem fog hagyni, hiszen az sok teendő is fontos. A kamarai elnökséget most nyerte meg. Többivel elboldogul? Igen, itt abban vettem észre, hogy a civil szervezeti, tehát rengeteg egyesületben voltam, vagy non-profit szervezetben, felügyelőbizottsági tag, felügyelőbizottsági elnök, tehát ezekből most visszább veszek. Nekem legelső Nemes Vámos, és többlet munkám tulajdonképpen sokkal nem, hiszen a kamarában is kaptunk egy plusz státuszt, aki segíti a munkámat, akkor nagyon jó a csapat Nemes Vámoson, akikkel így a településfejlesztés üzemeltetéssel foglalkozunk, tehát kiváló csapat munka folyik, az alapokat letettük, és vannak olyan dolgok egyébként, ami összefügg a kamara elnökség és a polgármesterség között. Tehát ez egy hitvallásom, és az, mivel nagyban nem lehet, és alulról építkezünk lépésről lépésre, de például a most megépülő óvodában a konyha is egy eleme. Tehát megépül egy 500 adagos konyha, ami ugye a bölcsödét, óvodát, iskolát, szociális étkeztetést lefőzi, oda az alapanyagot azt megyei termelőktől szeretném. Tehát én azt szeretném, amikor az óvoda átadása van, akkor kiállok, és hogy hiteles legyek, oda hozom magam mellé azokat a megyei gazdákat, élelmiszeripari vállalatokat, akik Veszprém megyeiek, itt vannak a térségünkben, és az alapanyagot onnan szeretném beszerezni. A gazdáktól a jó minőségű alapanyagot a közétkeztetésben, de ez csak egy lépcsőfok, mert ugye mi nyertünk egyébként agrárlogisztikai bázisra is, egy 850 négyzetméteres csarnoknak, és eddig minden pályázatunk nyerte, pont pályázatíró kollégám a Bence mondta, hogy valamit igen jól csinálnak. És most egy EFOP-os pályázatot is megnyertünk egyébként, de ami ilyen nagyobb, az a Vidékfejlesztési Programban egy hűtőház és vásártér kialakítása. Tehát a logisztikai csarnok mellett megépül egy hűtőház is. Mert azt látjuk, hogy a termelők termelni szeretnének. Csak nem tudják hova tenni, gondolom, a rengeteg igen, terméket. És az meg nagyon magas beruházási összeg, ugye, hogy viszont ezt én elmondom a gazdáknak, hogy már nem, például a burgonyát vegyük, nem a 33 kilós netzsákba a földes burgonya, azt már nem lehet eladni. Tehát nem ebben a formátumban, kisebb kiszerelés mosva, de az igazából ezt fel kell dolgozni. De legalábbis megtisztítani, és kisebb. Ehhez ugye elevátorok, tehát válogatógépek, mosógépek, amik ezt tisztítják. A csarnok az alkalmas lesz arra, hogy befogadjuk, meg a hűtőházba is tárolni tudjuk. És én azt szeretném ebből a hűtőházból nem csak a közétkeztetési konyhát, hanem a Nemesvámos, a térség is, a vásártér azért lesz kialakítva, hogy ott tudjuk hozni őket. Hogy fogadták ezt a gazdák? Ők jól fogadták. Tehát ugye az a lényeg, hogy ők minden jöjjön le, ők szívesen odaadják, és akár vetéstervet készítenek, hogy mi a szükség. Úgyhogy ez egy nem bonyolult folyamat. Mindenki túl misztifikálja, illetve sokan nem akarnak benne dolgozni, ezt ki kell mondani. Tehát egy élelmezés vezetőnek azért sokkal könnyebb egy cégtől mindent megrendelni, mint hogy összeszedegetni a gazdáktól, honnan mit szerzünk be. De nincs, tehát kell egy mennyiség, általában kiszámolják, hogy mi az a alapanyagmennyiség, azt én adom a gazdának, hogy abból vetéstervet tud készíteni. Nincs ebben semmi ördöngőség, és akkor abból tudja, hogy a Nemesvámosi önkormányzatnak ő ezt megtermeli, ebből fix bevétele van, ez egy biztonság mindenkinek. Én úgy látom egyébként, hogy van mit tanulni önöktől, és most hirtelen eszembe jutott például a nyugdíjasok mindennapja, hogy amit Vörösberényben láttam, és Nemesvámoson láttam mindig, a nyugdíjasoktól, az egy ilyen követendő példa valóban, hogy összetartás, ha kitalálják, akkor mennek, csinálják, mindenki akar tenni valamit. És tulajdonképpen szép lassan azt látom, hogy az egész településre ez jellemző. Nagyon ritkán lehetett, nem is tudom, hallottam önöktől bármiféle olyan dolgot, ami rossz fényt vethetett volna a településre. Az van, hogy van egy terv, mellé állnak mindenki, a fiatalok és idősebbek is, mindenki tenni akar valamit. Hát most jön ugye a Hurka és Lencse Fesztivál, már ha jól emlékszem, hatodszor rendezik meg. Szerintem az egész település már úgy várja, mint a Messiást, hogy jöjjön, legyen február 10-én szombaton, ha jól emlékszem, 10 órakor ugye indul. Lehet már sejteni valamit, hogy mekkora az érdeklődés?
Egyre több, tehát a most először nevezési felhívás ment ki a főző versenyre, tehát lencse étel és hurga készítő, és két, akik tavaly voltak, azok mind úgy jeleztek vissza, hogy jönnek és részt vesznek valami hát, plusz csapatok is. Dolgokos László, a Barátok közt egyik sztárja, az minden évben itt főz, és hát most is jönni fog, gondolom, és hát látom, hogy láttam, hogy minden csapat, aki korábban itt ringbe szállt, az meg szeretné mutatni Frazdowski Mihállyal az élen, hogy mi az, amit Itt ettől működik jól, és ezért mondtam, hogy együtt él a település. Amit a ma is elmondtam, hogy a civil szervezetek, az önkormányzat, a vállalkozások. Tehát a vállalkozások, az MTD az egyik fő támogatónk, a Westmont, akkor a cégek eljönnek, főznek, elindulnak, a versenyeken is jól érzik magukat. Megjelenik az összes helyi termelő, de most már jóval több, tehát a tavainál egy kicsit változatosabb termelői piac is lesz. A gyerekeket várjuk ugyanúgy a játszóházzal, illetve a családok éve van, és egy kicsit viszünk bele egy kis újdonságot, még egy kis gasztronómiát, és itt, amit az előbb említettél, a nyugdíjasokat, illetve a lencseszemek asszonykört is bevonva, azt látjuk, hogy megmutatjuk, hogy hogy kell hájas tésztát készíteni. Uh-huh. És ugye én mindig összefogásba, együttműködésbe gondolkozom, meghívtuk a Veszprém fajszi asszonyokat is, ők meg fánkot készítsenek együtt a gyerekekkel. Tehát itt az lesz, hogy a családokat be fogjuk vonni a gyerekeket, hogy lássák ők, és egy kicsit megdolgoztatjuk, hogy egyáltalán hogy történt a hájas tészt, tehát hogy kell szaggatni, megtölteni, kisütni, és utána egyébként meg is lehet ott kóstolni a rendezvény alkalmával. És a településeket meg is hívtam, például most a fővédnök ugye Óvádi Péter lesz, és a védnök ugye Jánszki Laci, Herend polgármestere, mert mi és tényleg ezt kommunikáljuk, hogy mi azt nézzük meg, hol lehet összefogni, és hol lehet együttműködni, hol lehet valami pozitívat, valami produktumot létrehozni. Hát mert ugye így lehet előrefelé menni, és sokkal szélesebb réteghez eljutni. Hát én úgy emlékszem, hogy a tavalyi 5. ilyen fesztiválon már annyian voltunk, hogy néztem az arcokat, hogy hát őt, mint hogyha valóban a Herendül ismerném, az, mint a Márkói lenne. Tehát mindenhol jöttek, mert már az emberek ki is vannak egyébként éhezve a jó fesztiválokra, és hát azért valljuk be őszintén, hogy ez a fesztivál, talán lehet, hogy keves, nem tudom, hogy ki hányan gondolták ezt, hogy ez jó sikerű, nagy sikerű fesztivál ez, de hát most már ott tart, hogy ezt most már nem is tudnák egyébként nem megrendezni. Ez így van, sőt, ugye most még növeljük, tehát még 100 négyzetméterre nagyobb lesz. És próbálunk mindig odafigyelni arra, ugye ezt én a Bakony Expo-n ez a hitvallásom, hogy meg kell kérdeznünk az ott lévőket is, hogy érzik magukat a kiállítókat, illetve az odaérkezőket, mi tetszik, mi nem tetszik. És igenis, azok a hibák, vagy azok a kritikák, azok építőjelegűen kell, hogy legyen. És például most is abból a visszajelzésekből leválasztjuk egy üvegfallal a versenyzőket, hogy egyébként mindent látnak, ami a színpadon zajlik, meg a hang, de mégis nem az, hogy összehoztuk őket, hogy a szagok úgy terjengenek, jobban tudjuk kontrollálni a sátornak a fűtését, tehát hogy ott nem fűtjük annyira, ahol a főzőverseny van, a kulturális rész, ahol van, ott azt egy kicsit melegebbre fűtjük. Tehát például ez ilyen, ez egy kis apróságok, de ezek, hogy az emberek ettől érzik magukat, és ezekre szeretünk odafigyelni. Ebbe segít is a munkákat egyébként a Pannonia Egyetem gazdaságtudományi kara, hiszen ezeket a kérdőívezéseket, a települést is megkérdeztük, onnan tudjuk, hogy mire van a településnek szüksége, hogy elmentek ezek az egyetemisták, ilyen kutatótábort szerveztek, és akkor mi az önkormányzat össze, hogy mire vagyunk kíváncsi, és megkérdezték az embereket, és kiértékelték ezeket a kérdőíveket, mi ezekből akkor már tudunk dolgozni. Hát, ha jól emlékszem, éppen a operátor kollégámmal én voltam kint, amikor az egyik ilyen csapatot végig kísértük nemes számos, amikor becsöngettek különböző lakásokba, és pontosan ezután érdeklődtek. És hát azt gondolom, hogy mindenki nagyon pozitívan állt a dologhoz. Közben ránéztem az asztalon lévő könyvre, nem véletlen hoztam be a Nemes Fámos, ahol élünk című kötetet, ugye ez az elmúlt év végén jelent meg, Prasznovszky Mihály írása, szerkesztése, és ha jól tudom, ebből a könyvből kapott minden Nemes Fámosi. Így van, minden év végén egyébként egy kis meglepetéssel készülünk a Nemes Fámosoknak, hűtő, mágnes volt, naptár, és eltelt 10 év, egy évtized, és úgy döntött a képviselőtestület, hogy szeretne akkor egy, hogy az elmúlt 10 évben mi történt. Mm. És ugye a településen ott él Misi bácsi, és felkértem őt, hogy megírná a könyvet, kérdezte, hogy szabad kezet kap, és mondtam, hogy igen, megbeszéltük közösen a koncepciót, hogy mi egy ilyen kis fényképes, jó hangulatú. Hát és bocsánat, aki ismeri Prasznovszky Mihályt, akkor azt tudja, hogy
ebbe a könyvben csak a érdekesség lehet, mert ő egy különleges ember, különlegesen nagyon jó humorral és óriási tudással, és a könyvben egyébként látszik, hogy ez nem egy ilyen összedobott könyvecske, ez egy nagyon jó szerkesztett, nagyon érdekes, izgalmas könyv. Igen, és úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült. Tehát amit elmondtam, Misi bácsi nagyon jól megcsinált, és azt gondolom, hogy méltán büszkék vagyunk Misi bácsira, a szerkesztőcsapatra, és hát így a könyvre is. Lassan bekerül az értéktárba Prazdowski Mihállyal együtt. Egyébként is a nemes számos értékei köztöbb jeles személyiség is van, ugye? Pap Istvántól kezdve. Hát ugye itt életutak, tehát személyeket ugye az értéktárban nem választhatunk, de életutakat ugye, és ugye Somogyi Gedeon. De számos, például a Lencsés Hurka Fesztivál is bekerült már, és ugye volt közös tettus. A Lencsés Szemek Asszonykórus is. Így van, és a Borostyán Népdalszer. Igen, tehát itt azért lehet mit sorolni. Igen, nagyon-nagyon jól sikerült összeszedni, és például az, hogy viszont komolyan veszük, az egy, például, annak említsem, az egyik az értéktár gyűjteménybe a pörkölt tortát. Ugye ez bekerült, javasoltuk, hiszen esküvőkkor mindig ez a grillás torta, ugye Vámoson pörkölt tortának hívják. Én is ismertem gyerekkel, hogy a pörkölt torta. De viszont visszadobtuk, hogy meg kell keresni, ki az, aki folytatja. És akkor egy helyi cukrász lány süti tulajdonképpen, mert addig kell, hogy ezt valaki ugyanolyan a Lencse, tehát ugye, és visszaköszön az arcatunkba, és ugye tavalyi évben készül tele a most lépő, vagy most használjuk újra az új honlapot majd, mellett elkészült Nemes Ámos arculata is, amit itt a könyvben már látszik, hiszen a zöld az a fenntarthatóság színe, a másik pedig a Lencse szín, tehát mi... Egyébként sokan kérdezték, hogy hát ugye Nemes Ámos Lencséről híres, hogy egyáltalán még termesztenek ott Lencsét, és hát bizony igen. Igen, két nemesvámosi őstermelő, ez most már Veszprém fajszon is van egy őstermelő, aki lencsét termeszt a vámosi határban egyébként. Mert hogy azt mondják, hogy a lencse a szerencsét hoz. Én úgy látom, hogy nemesvámosnak sok minden hozott szerencsét. Polgármester úr, további sok szerencsét kívánunk önöknek, sok sikert, úgyhogy sok fejlesztést. Köszönjük, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, Sövényházi Balázsral, Nemesvámos polgármesterével beszélgettünk az elmúlt kicsivel több, mint fél órában. Köszönöm szépen a figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Munkatársaim nevében is elköszönök. Viszontlátásra!